Ünnepel a magyar, ünnepel könnyező szemekkel, fájó panasszal vagy némán, összeszorított fogakkal, fekete ruhában, fekete kétségbeeséssel, fekete lélekkel. Egy nép üli a szabadság ünnepét. Van egy seb, mert sosem gyógyul, ez a gyász, csak fáj és fáj. A közeli napokban nemzeti ünnep szólít bennünket az emlékezés asztalához. 1956 forradalmának és szabadságharcának dicső napjait idézzük föl. A magyar történelemnek azt a pillanatát, amikor a világnak immár nem először mutatva példát, a nemzet kiegyenesítette idegen és belső elnyomók által megtiport gerincét, és békés megoldás hiány fegyverrel lépett fel demokratikus jogaiért, a nemzeti függetlenség kivívásáért. Emlékezzünk a következő műsorral 1956 hőseire, áldozataira, melyet a 7. osztályosok adnak elő. Kérem, fogadják sok szeretettel, amelyen méltóképpen szeretnénk tisztelegni azon hősök előtt, akik 60 évvel ezelőtt életüket áldozták fel egy jobb jövő kivívásának reményében. Énekeljük el közösen Magyarország nemzeti himnuszát. Aki az igazságtalan rendszer ellen szót emelt,
azt megfélemlítették, vagy elvették a szabadságát, börtönbe csukták. Emberek 10000-eit vitték ki a Szovjetunióba dolgozni, ahonnan sokan vissza sem térhettek már. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett. Rákosi a más véleményen lévő embereket jobb esetben börtönbe záratta, igen sokszor azonban kivégeztette. Megszüntette a több pártrendszert. Az országban csak a kommunista párt, a Magyar Dolgozók Pártja működtetett. Az összes újságot, könyvet, filmet szigorú cenzorok vizsgálták, csak olyan mű kerülhetett a közönség elé, mely Rákosi és a kommunistákat éltette. Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni. A hibás tervgazdálkodás miatt bekövetkezett az életszínvonal zuhanásszerű csökkenése. Kevés volt az élelmiszer, a ruha, a cipő. A parasztoktól elvették a jövőt jelentő vetőmagot is. Még disznót vágni sem lehetett engedély nélkül. Erőszakot alkalmazva kényszerítették az embereket a termelőszövetkezetbe. Tombolt az igazságtalanság. A szikra tűz csak egy külön szívébe, holnapra már nagy testvére ez elem, mely a viharba is lobogva, égve uralkodik büszkék százezreken. Ma szikra, holnap láng, majd egy egész tűzerdő, mely bíborával az égig lobog. Hiába tiprod el, mindig növekvő, s ha szúnyad is, nem adják el korom. A fáradott ők haldokolva még nagy honszerelme égő fákirángját átadja, és minden az utódra száll át. Meggyújtja ő, s a tűzzel szerte árad, átadja a gyermekének ezt fiának, aztán tovább, tovább, s fákja ég. Ha értetek szól a harang, a lélek harangja. Ma értetek szól a fohász, egy nemzet alakán. Ma értetek túl sok-sok kicsi mécses. Ma néktek szól az ifjúság lelkesedése. Ma rátok emlékezünk, s fájón ünnepelünk. Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket. Ma lélekben veletek emlékezünk. A felnövekvő lelkes ifjúság méltó helyetekre áll. És jön, jön az eleven áradat, kezükben apró kis gyertya ég, mintha tenyerén tartaná égő szívét. Könyvtől csillogó ezernyi szempár. Emelt fő és hatalmas méltóság. Ez hát a nép, a kicsi és mégis oly hatalmas, büszke magyar. Mi volt 1956? Barátom, múlt, ami elmúlt, egy nép, amely elhult. Hol volt, hol nem volt, se élő, se volt. Elfelejtetted a tettet, amikor a semmiből sok ember valamit teremtett? Sokáig nem is lehetett hallani, hogy mi volt az a valami, s hogy valami volt, s ez a szabadság, és hogy futott előle a gazság. Üdvénykedj, ifjúság! Üdvözlégy, magyar nép! Kilángban és vérbe születtél meg újra. Döntsd el, magyar, mondd ki a szót, itt visszalépni nem lehet. Az ifjúság acél szíve a forróságtól megrepett. Döntsd el, magyar, döntsd el, diák, s
fonjuk láncá kezünk, döntsd el, ki élsz itt honban, velünk össze, vagy ellenünk. Október 23-án a rendszer hibái ellen békésen tüntető diákok mellé mind többen sorakoztak fel. 56 izzó ősze volt. Magyarország remény és pokol. Gyűlt a tömeg és a harang nőtt, egy hazug világ szirángokra tört. Megmozdult a föld. A lengyel barát, illetve Rákosi és Gerő ellenes jelszavak mellett
Már a szovjet csapatok kivonulását követelő jelszavak is elhangzanak. Új vezetést akarunk! Nagy Imrében bizalom! Új vezetést akarunk! Nagy Imrében bizalom! Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon! Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon! Szovjet sereg menjen, haza Sztálin szobrot vigye haza! Szovjet sereg menjen, haza Sztálin szobrot vigye haza! Függetlenség, szabadság! Függetlenség, szabadság! Rákosít a Dunába, Nagy Imrét a kormányba! Rákosít a Dunába, Nagy Imrét a kormányba! Ruszkik haza! Ruszkik haza! A tüntetők a Bemszobornál egyesültek. Egyesek kivágták a Sarló kalapácsot címet a zászlóból. Veres Péter felolvasta az író kiáltványát, Besenyei Ferenc elszavalta a szózatot.
felé vette az irányt, azt követelve, hogy Nagy Imre beszéljen a parlamentnél. A tüntetők első csoportjai 17 óra körül értek a Kossuth térre. Egy óra múlva már az egész teret betöltötte a 200-es lebecsű tömeg. 18 óra körül a tüntetők kisebb csoportja a Dózsa-György úti Sztálin szoborhoz indult, hogy ledöntsék a zsarnokság jelképét. Ezzel egy időben a rádió épületén is tüntetők jelentek meg. Követelték, hogy olvassák be a rádióban a diákság 16 pontját. A rádió vezetősége azonban ezt megtagadta. A mind nagyobb számú tüntetők megpróbáltak behatolni az épületbe. 18.30-kor a Kossuth tér világítását lekapcsolták, de a tömeg nem tájtott. Az aznapi szabad nép meggyújtott példányainak fényében a tömeg továbbra is Nagy Imrét követelte. A nagy körúton megdöbbentő látvány tárult a szemünk elé. A villamos síneken egy meggyújtott teherautó lángolt. A kockakövek felszedve hevertek a sínek között. Engem valami szorongás fogott el. Délután ilyesmire nem is gondoltunk. Nem ezt akartuk mi délelőtt. Amikor fellelkesítve Budapestet, kivágattuk az idegen címert a zászlókból. Ha így folytatódik, akkor csak hamar megszólalhatnak a fegyverek is. És megszólaltak. Még nem értük el a sarkot, amikor magyar tankok érkeztek magasra tűzött nemzeti színű zászlókkal. A harckocsikon a katonák mellett diákok éljeneztek. Akkor történt az, hogy a parancsnokunk felmászott a sarkon megállt tankra, és szózatot intézett az ott gyülekezőkhöz. Azt mondta, hogy ő Csepeli, munkás fiatalként került a tiszti pályára. Ő nem fog munkásokra és diákokra lövetni. Ők épp úgy megszenvedték az elmúlt éveket, mint a civil lakosság, neki az az ellensége, aki itt a népre lő. Gerő Ernő a rádió beszédében nacionalista jellegűnek nevezi a tüntetést. Sovinisztákról, antiszemitákról és reakciósokról beszélt, majd a szovjet megkövettől kért segítséget a rendteremtéshez. 21 órakor Nagy Imre megjelent a parlament erkélyén, biztosította a diákságot, hogy a jogos követelések teljesülni fognak, és ígéretet tett arra, hogy a kormány és a párt nem késlekedik tovább a reformokkal. Fegyelmezett távozásra szólítja fel a tömeget. A Kossuth téről sokan a rádióhoz indultak, mások a Sztálin térre, ahol 18 órától kísérleteztek a Sztálin szobor ledöntésével. A rádióhoz kivezényelt katonák közül többen álltak a tüntetők pártjára. Az épületből azonban tüzet nyitottak rájuk. A tüntetők a katonáktól, illetve az időközben feltört raktárakból szerzett fegyverekkel viszonozták a védőtüzét. Megkezdődött a rádió hajnalig tartó ostroma. 1956. október 23-án este 11-kor indultunk a rádió elfoglalására. Odáig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éjjent és vesszent kiáltottunk. Eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az árvósok orvú rálőttek arra a küldöttségre, mi az ifjúság kiáltványát akarta felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a rádió felé. Akkor még nem voltak fegyvereink. Akkor még igazi tühünk sem volt. Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt méregfoga. Október 23-a éjfél. A városban folynak a harcok. Kitört a forradalom. Ma megláttad az első vért a köveken. Hát harc nélkül nem győzhetünk már sohasem. Ma megláttad az első vért a köveken. Ostoba halál, mondd, az Isten megáldja. Ma megláttad az első vért a köveken. Ostoba halál, mondd, a jövendőt láttad-e?
rádióban elhangzott Nagy Imre beszéde, melyben bejelenti, hogy hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak Budapest ellen azzal nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Az iszonyat napjai következtek. Vérfürdő volt az egész országban. Asszonyok, gyerekek, fiatalok, aggók, fegyvertelenül vagy gyatra fegyverekkel a kezükben, s halálmegvetéssel a szülükben, harcoltak, győztek és meghaltak. Véres a homlokod, félkarod felkedve, tűzokádok tankok zúgnak dübörögve, gázolunk a vérben. Lyukas zászlón lobog októberi szélben. Diákok, katonák, munkások, polgárok, magyarok, testvérek, ugyan mire vártok? Fegyverbe mindki él, győz a forradalom, lelket felemelő szent, szabad hatalom. Lánctalpakom, egyenruhában jön a halál értetek, szerelem, munka, remény, jó és rossz már tőletek elvétetett. Tankok dübörögnek, a felkelt nemzet beleremegett, félelem szorította a bátort, sok hős hajós fegyverrel evezett, igazság röppent, ágaskodott a hit, de rohamra küldte lánctalpasait, tiporni anyát, gyermeket, erényt, vallást, becsületet, börtönben láncra, aki mert, parcellába, ki szót emelt. ...1956. november 1-en halottak napja van. Délután édesanyámmal és édesapámmal a temetőbe mentünk. Ma este 6 órakor az ablakokban gyertyát gyújtanak országszerte, a szabadságharcban elesettek tiszteletére. Együtt vagyunk örömben, együtt vagyunk a gyászban is. Ezt jelezte számomra az ablakokban égő gyertyalánk. 1956. november 4. Vasárnap van. Tegnap úgy terveztem, hogy ma templomba megyek. A városban, a középületek előtt, az utcákon végig orosz tankok sorakoznak. Napok óta nem engedik be a Budapestre érkező vöröskeresztes szállítmányokat, és Pesten 30 ezer sebesült ellátásáról kell gondoskodni. Itthon mindenki ideges, édesapám nagyon kedvetlen. Folyton azt mondogatja, hogy túl szép állam volt függetlennek lenni, kapunk helyette olyan terror, amilyen még nem volt. November 4-én bekövetkezett. Vasárnap kezdődött. Azon a vasárnapon, amelyről azt hittük, hogy végre békés lesz. Ünnepélyére támadtunk a fazekakba. Rokon és barátkereső utakra indultunk volna. És akikről eddig úgy hittük, hogy megvannak, már nem tudtuk azt sem, hogy megvannak-e még, vagy hol vannak. Mi asszonyok és gyerekek a Móri Zsigmond körtéri Szent Imre szoborhoz mentünk imádkozni. Életét. Nem féltette életét, nem hátrált meg soha,
nem adja fel sohasem, a sors bármi mostoha. Az egész életét egy napra rakja fel, tudja a hazáért most élni, vagy halni kell. Ne feledd el soha, mit ő tett a nemzetért. Ne feledd el sohasem a tengeri szenvedést. A független hazáért a géppisztoly hangja szólt, az egyetlen szent ügyért a hősöknek vére folyt. A golyók csak szállnak, de semmitől sem fél. A hazáját megvédi, ameddig él. A fájdalom hirtelen húsába tép, és tudja, hogy számára itt van a vég. Az élete pereg, mert rövidke volt, az utolsó szava is eképpen szólt. A hazáért éltem, a szent ügyért haltam, és most megszállok lábait taposnak rajtam. Európa mélyen hallgatott, most már késő, ezrek vére folyt. Beleremeg, beleremeg a föld, félelem ébred, a szabadság láncszalagakon jön. Láncszalagakon jön! Zúgó szél, széttört álmunk lassan újra ébred. Tűz és vér, hajtál térbe fagyni ezt a népet. Sokan elindultak az országból külföldre, azok, akik szabad, jobb életre vágytak. Érezték, itt már nincs remény. Elhagyták ezt az országot sokan. Ki emlékszik a névtelenekre? A félelemtől űzöttekre, a reményt őrzőkre, azokra, akik megcsókolták a határon a földet. Elmentek innen sokan. Némán megyek a novemberi szélben, és csak a lengyül lobogókat látom. Milyen tépett a fekete holló szárny, milyen fakó a hálaszínű álom. Egy hónapja lobognak együtt ketten, napcsókolja, eső, hóveri őket. Reménykedve, taszosan, ott felettem nézik felülről a múló időket. Nézik a mozdulatlan, gyilkos tankot, a szoborarcú szovjet katonákat, szilajszélben a rudra tekerednek, lengnek, lobognak és csüggetten áznak. Novemberben itt esküdt szedtek, gyaláztak törvényt, importak jogot. Novemberben vörössel, vérrel a mágya lobogott. Novemberben erőszak vágott, gumibot tépett, börtön kacagott. Novemberben a homlokunkra égettek csillagot. Novemberben sírnak az utcák, novemberben sírnak az emberek, novemberben könnyen köszöntik az elesetteket. Novemberben csend van és béke, temető, fejfa, virág és kereszt. Novemberben az álmodó rő így tart és nem ereszt. Thank you.
itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csükkedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Az égre vésett jelzést, mit csak szívünk lát, jöhet bármi, de mindig tud, hogy átad itt a föl, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ti pedig öltöztessétek ünneplőbe a szíveteket október
23-án, és gondoljatok tisztelettel azokra, akik életüket áldozták a nemzet szabadságáért.